Na, úton vagyunk, hova? Hova megyünk, Tudika? Megyünk a játékboltba. Már itt is vagyunk az Etele úton. Úgyhogy onnan fogunk érkezni. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy hol van ez a játékbolt, ahova mi szoktunk. Hát, azért nem mondom azt, hogy ide szoktunk járni, de azért voltunk már többször, és innen vannak LPS-ek, a Lizának, Szilvánián Families. Most egyébként azért jövünk. Érkeztek új Szilvánián Families-ek, meg vannak Playmobilok, Legók, meg mindenféle nagyon jó kis használt játék volt. Itt a 11. kerületben az Etele úton a Máté játék volt. Úgyhogy mutatom, hogy hol van. Itt egész pontosan itt van, ez a 26-os szám. Ez a kék, itt a sarkon. És akkor itt van a villamos. A Fejvári út az ott van, ugye? Igen, Zöldházán van a Fehérvári út. És akkor itt mi mögötte szoktunk megállni. Te arra mész? Én megyek a játékboltba. Szia! Jössz te is? Na, csak közben Laci, indít egy parkolást, mert már fizetős. Baby and More. De ez eddig nem volt itt. Eddig nem volt fizetős itt ez a te otthon, de most már az. No. Ide értek, és itt a rengeteg Lego. Itt az ablakban. Hát, itt aztán mindenféle van. DHL-es, de jó. Ez a DHL-es Playmobil. Jövök! És ez a kamion, ez micsoda? Ezt megnézted meg? Pipinek is választhatsz valamit, persze. Mikerekkel van. Mekkora már ez melyik ez a marsal? Ez mekkora már ez a marsal? Kivált a szupermarket. Ez nagyon jó. Playmobil üzlet. Meg az iskola is marha jó itt. Csak akkora tornateremmel, kis öltözőkkel. Ez nagyon menő. Ezt akarom megnézni, ezt a nagy hajót. Biztos lehet szerintem. Ott is van valami épület. No, választott magának egy Batman autót, majd otthon megmutatja Noé, és Alexnek pedig egy... Mi ez? Mi ez? Bruder. Egy Bruder. Land Rover Defender. Azt. Land Rover Defendert. Hát ő is fog a hát mindegy játszani, az jó. Szóval egy ilyen kis kék ilyen terepjárót választott Alexnek. Meg néhány Playmobil emberkét. Kap egy ilyen iskola. Csak nem akarom hangosan mondani, még nem tudja. Szóval kapusot legyen iskolát, Playmobil iskolát. És akkor abba választottam neki gyerekeket. Kis, meg tanárnénit, meg igazgató nénit, igen, meg tanárbácsit is, egy ilyen most olyan öltönyös bácsi elszám. De volt egy csomó Playmobil figura, meg emberke, meg állatka, meg mindenféle kiegészítők. Több ilyen nagy dobozba, és akkor abból így kereskedtem neki ilyen tanulókat, legyenek neki. Úgyhogy igen. Meg vannak a Szilvániánok, meg néhány már Little Pony még az én időmből. Úgyhogy ennyi a zsákmány. És most, ja, egyébként itt is már a Bikásnál vagyunk. A Bikás Park. Most eljövünk vele ide a játszótéren, mert Izával is ugye voltunk külön. A Városligetben a játszótéren, és most eljövünk Noéval is, így külön. Kellenek ilyen napok, amikor csak vele vagyunk, velük vagyunk, úgyhogy most ez egy olyan nap, hogy akkor most csak Noé van velünk. És akkor most biciklizik egyet, mert elkészül végre. Na, hogy állsz? Költözködik. Kész? Van csak a cipőke? Na, jól van. Úgyhogy akkor most itt egy kicsit biciklizik. Megnézzük a játszóteret aztán. A tavat is megnézhetjük majd.
Csak fizetős, itt is, most már ez is fizetői zóna lett. Mert a parkolás. Nem a játszótér, a parkolás. Na most már játszóterek is fizetősek lesznek, gondolom. Most már semmi nem lesz ingyen. Na, talán kész van. Na, már el is ment. Arra van a tó. Megnézzük majd a tavat is. Itt meg azok a... Hogy hívják? Trambolin? Sok trambolinat ugrálnak. Azon a részen trambolinok vannak. Itt egy ilyen mászóka. Ilyen hálós. Tud végre biciklizni. Nálunk a Föld utca nem annyira. Már mondjuk most is a Föld utcon megy, nem a járt. Ő már ott is. Ott is tud, ügyes Eliza, nem? Itt vannak a bikák. Itt a játszótér. Baby részleg, ott hátul a... Ne károgjál vele, te! Ott hátul a vizes, csak az most nyilván most nincsen. Mennyi ilyen varjú van itt? Hm? Igen, ott is van egy. Ott megy. Itt vannak ám kresztáblák, azt nézegeted? Hajó, homokozó, nagy csúszta. De hol van? Ott jön. Hát igen, már lassan nem lehet félbe melni. Ez már kicsi neki. Na lassan váltunk egyszer már nagyobb biciklire. Szerintem ez már kicsi neki. Ha? Akkor kéne egy másik. Mert a másik az előként. Tudom, hát vettünk neki. Használtan. De az meg még nagy volt, mert az mekkora. Ez meg 16-os. Közte is van még egy. De ez már kicsi neki. Na nem baj, még el van vele. Jöttünk játszani. Két nagy gyerek, nem? Nem, ő nem, ő nem játszik egyébként, ő biciklizget itt, de hát itt lehet, nem? Mi meg addig hintázunk. Szép ez a bokor. Virágzik. Na hát igazából nem akar játszótéren semmire fölülni, csak bicózni akar, úgyhogy akkor hagyjunk itt egy kört. Mennyi nyugodtan egyenesen mehetsz? Elmegyünk a tóhoz, jó? És mennyit jártunk ide Edivel? Mikor gyerek voltam. Igen, erre gyere. Akkor. Igen. Volt egy angol szetterünk. Akkor első és általános iskolás voltam, akkor kaptam. És akkor ide jöttünk mindig ki vele. A bikásra. Még most is rengeteg kutyussal jönnek ki. Itt szokott lenni hétvégén szombaton a piac. Itt a parkolóban. Itt végig piac, a kis fenyér vagy. Szombaton nem szabad itt parkolni, mert akkor itt tele van árusokkal. Zöldséggyümölcs. Már voltunk itt. Volt már róla vlog. Na, felszaladsz a bikához? Vagy most nincs kedved felmenni a bikához? Leparkolsz? Na, akkor vigyázzunk, addig szaladj föl! Na, fönn is van! Ügyi vagy!
Te megmész egy kört? Nem kicsi? Neked? Icipicit kicsi. Én nem mertem kiskoromba fölni a bikára, mert felültettek rá, de féltem, az ilyen magas. Nagyon cuki. De mondta neki, hogy tegye föl. Engem is fölrakta a kiskoromba, és hogy féltem. Hát ha Noé nem fél. De engem egészen a bikára is fölraktak. Tudom, ilyen gym. Edzeni lehet itt. Futnak itt körbe-körbe sokan. Na? Na, itt van a tó. És vannak, ott vannak a kocsák, aha, ott van kettő. Tudom, ezek itt a királyok, ezek a varjak itt. Itt nagyon uralják a bikás parkot, úgy látom. Nem megyek, mert beesem a vízbe. Ott is már jön ott be. Ezek nagyon uralják itt a környéket, nem? Ezek a károgók. Itt néznek föntről, itt laknak. Ott. Itt van egy zárt kutyafuttató, de hát ott senki nem megy. Mindenki itt kint cimbizik. Mindenfelé. Kutyusoknak is itt vannak barátaik. A gyerekeknek is itt vannak cimbik. Na, Mizu? Melyik oda be a játszótérre? Melyik játszótérre? De ez kutyapark. Ez kutyafuttató. Na, jól érzed magad? Jó biciklizni? Ja, hogy... Ilyen izé lapú csörkörög a hálónál. Hát igen, ott azok. Hát igen. Na, csak szeretne is csak itt játszani. De parkolt a bicóval, már majdnem indultunk haza. Kíváncsi vagyok, most lemerre csúszni ezen a tűzoltó lejárón. Nem, gondoltam, igen, messze van azért. Hát, gondoltam. Gondoltam, hogy inkább visszamegy. Csúszál le! Kicsi vagyok. Hát próbálj meg lecsúszni. Fog meg szont arról a tenesszel.
Azaz. Azt a tűzoltó, Dudi! Na mutasd, itt választottál. Ú, de menő! Igen, ez egy Batman-es autó. Az igen. Nagyon menő. Itt a kimúzi. Szupi. Szóval ezt választotta, ebben játszott. Igen, Hurka. Ebben játszott a végig az üzletben, ugye? Alexnek pedig választott egy ilyen. Mi ez? Defender? Vagy mi ez? Egy Bruder Defender. De örül neki. Na, úgyhogy itt a rongyid, Alex. Ügyed magadat a rongyikádat. Nagyon menő. És belerül a Batman, és már megy is. Na, felhoztuk Noéhoz az újonnan kivetteket. Ezt fogjuk ma elkezdeni a Antont, ezt fogom ma olvasni nektek. Jó. Csinálunk egy kis helyet itt. Ezt már, igen, ezt elkezdtük. Jó. És akkor mutattam, hogy miket vettünk ki. No. Babaróka. Igen. Babarókának az összes része bent volt most a könyvtárban, úgyhogy kap még egy esélyt. A babaróka kövecskéi. Hát az nagyon nem tetszett, ugye? Nem. Nem, az nagyon babás volt. De most elhoztam akkor a babaróka kertjét, babaróka cipőjét és babaróka ajándékát. Úgyhogy azt olvastam, hogy sikerült a leggyengébb mesekönyvet kivenni itt a sorozatból. Úgyhogy akkor mondom, adok akkor nekik még egy esélyt, hát ha Zorka, igen, itt van Zorka. Igen, aztán a kicsi Mimi iskolás lesz. Nagyon cuki. Meglátjuk, Noénak fog-e tetszeni. Aztán a pingvin, aki mindenre kíváncsi volt. És akkor ugyanettől lesz majd még kettő. A cica, aki haza akart menni. A bagoly, aki félt a sötétben. Ez már ide nem fél, ide igen. Akkor itt egy Vadadi Adriennek is adunk még egy esélyt, leszel a pattársam. Hát eddig sajnos a nagyobb gyerköznek való könyveivel nekem van némi gondom, méghozzá az, hogy hát igen erősen szerintem elő kell olvasni a szülőnek, mielőtt felolvassa a gyerköznek. És abba a hibába estem, hogy én bíztam a könyvben, és sajnos hát nem jó lett. Tehát és a Ne vagyunk olvasók a csoportban láttam, hogy másnak ugyanez a véleménye, hogy vannak benne olyan részek, hogy mintha nem lenne óvónő az óvikban, aki vigyáz a gyerekekre, meg olyan is elhangzott, hogy olyan, mintha ezek a gyerekek, akikről szól, valami gettóban élnének most, ez minden túlzás nélkül, de igen, szóval olyan apuka mondta azt, hogy mint hogyha gettóban érezné magát, amikor az anyuk olvasta a gyereknek a mesét. Szóval igen, tehát egy kicsit én is úgy érzem, hogy ezek a gyerekek, akikről itt a mesék szólnak, olyan, mintha ilyen felnőtt felügyelet nélkül lennének, és olyan, na mindegy, meglátjuk, hogy ez milyen lesz. Na, úgy lett, hogy lesz társaságunk. Uri! Itt a cica! Na, te is akkor hallgatod a mesét? Jól van. Na, itt leszel az ölemben, kapok puszit is, igen. Na, jaj, de bújik itt valaki. Na, Anton egy kedves, szőke kisfiú, aki még csak most lett óvodás, de már is rengeteg izgalmas dolog történt vele. Új barátokat szerzett, felült egy igazi helikopterre, oroszlán csimogatott, látta a hatalmas palotát, amit furcsa sapkás katonák őriznek, és kimentette harcolna kapitányt a viharos tengerből.